Az egyes ütemben elkészül a körforgalmi csomópont kétharmad része. Szeptember közepétől az alábbi forgalomkorlátozások lépnek életbe. A fejlesztés során az építési munkálatok miatt az Attila utat teljesen lezárták a Barcikai Ipari Parkba vezető körforgalmi csomópont és a 26-os út között, valamint a jelzőlámpát is kikapcsolták. Az érintett szakaszon a 26-os úton Miskolc és Ózd felé megmaradt a 7,5 méter széles útpálya, a kétirányú közlekedés biztosított. A Budai Nagyantal úton az első ütemben nincs forgalmi korlátozás, a Bercsényi út 26-os út csomópontban a jelzőlámpák kikapcsolásáról a forgalmi tapasztalatok alapján a Magyar Közút Nonprofit ZRT dönt majd. A 26-os számú főút és az Egressy Béni út kereszteződésében a körforgalom építésének idejére jelzőlámpás forgalomirányítás került kialakításra a torlódások elkerülése érdekében. Felső-Barcika Kuruc út irányában lehetséges a csomópont kikerülése. Az Egressy Béni út mindkét oldalán a kivitelezés idején megállási tilalmat jelző táblákat helyeztek ki a biztonságos közlekedés érdekében. A körforgalom építésének idején az útlezárással érintett terület Alsóvárosi körút, Tesco bevásárlóközpont, Jószerencsét út irányából közelíthető meg. A Jószerencsét út az Egressy út, Mikszáth Kálmán út, Szent Flórián tér irányából közelíthető meg a 26-os főút irányából. A tájékozódás segítésére az Egressy úton és a 26-os út érintett szakaszán megerősítették a burkolati jeleket. A 26-os úton a Tesco felé vezető gyalogos átkelőhely megszűnt, a 26-os úton meglévő autóbuszöblök melletti zebrákon lehet átmenni.